Megmérettetési lehetőség, tehetséggondozás, tanárok szakmai találkozója. Többek között ezek a céljai az Arany János Országos Irodalmi Versenynek, melyet már több mint 10 éve szervez meg az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium. A megmérettetésre az ország területéről közel 100-an jelentkeztek. A verseny egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból állt. A diákoknak az Arany János által fordított Szent Ivánéi Álomból és egy határon túli szerző Gion Nándor Sortűz egy fekete bivaért című művéből kellett felkészülniük. Ezeket a kijelölt olvasmányokat ők már október végétől, novembertől kezdődően olvashatják, és végül is a feladatlap azt kéri számon, hogy milyen mélyen ismerkedtek meg ezekkel a művekkel. A vajdasági író ifjúsági regénye a II. Világháború után játszódik. Nekem azért tetszett, mert a társadalmi rétegeket jobban bemutatta, és a különböző embereknek a véleményét ezekről a társadalmi rétegekről. A hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek segítését célzó Arany János tehetséggondozó program 15 évvel ezelőtt indult el. Azokat a diákokat, akik valamilyen hátrányuknál fogva nem kerülnének be felsőfokú továbbtanulásra felkészítő gimnáziumokba, azokat ide sikerül behozni, sikerül egy 5 éves képzés során fölkészíteni őket a eredményes érettségire, és arra, hogy bekerülhessenek a felsőoktatásba, és azt is eredményesen elvégezhessék. Az országos irodalmi versenyt az előkészítős évfolyamból egy veszprémi, a 9. évfolyamból egy kecskeméti, a 10. esek közül egy kismárdai diák nyerte.